Új laptopokkal és multifunkcionális eszközökkel bővült nemrég a nyíregyházi védőnői szolgálat tárgyi infrastruktúrája. A mindennapos munkás segítő felszerelésekkel az egészségügyi alapellátást tenné korszerűbbé az önkormányzat. Egy több mint 400 millió forintos projekt részeként épületfelújításra és fejlesztésre is sor kerül a megyeszékhelyen. Dobozokban sorakoznak a laptopok. Nyíregyházi védőnőknek adták át a gépeket augusztusban a Városházán. Lehet nem is gondolnánk, de nekik is sok adminisztratív munkájuk van, adatokat, eredményeket kell rögzíteniük. Nem mindegy azonban, hogy mindezt milyen eszközökön teszik. Ezeket a feladataikat könnyítik meg az új korszerű laptopok. Korábban korlátlan beszélgetési lehetőséggel járó okostelefonnal segítette őket az önkormányzat, nyáron pedig több mint 20 védőnő jutott nem csak új számítógépekhez, hanem multifunkcionális nyomtatókhoz is, amelyekkel nem csak nyomtatni, hanem szkenelni és fénymásolni is tudnak. A város polgármestere akkor arról beszélt, kiemelt cél, hogy segítsék a gyermekek születését, nevelését a védőnőkön keresztül is. Én azt gondolom, hogy a anyagi megbecsülés, erkölcs és a munkakörülmények javítása egyaránt fontos, különösen Nyíregyházán, ahol hála Istennek abban a városban élhetünk, ahol évről évre nő a gyermekszületés, nő a városunk lakosság száma és nem csökken, és a jövőnket ez alapozza meg. Az eszközfejlesztése 407 millió forintos projekt része, melynek célja a nyíregyházi egészségügyi alapellátás fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrális feltételeinek korszerűsítésén keresztül. Vendég a stúdióban Csikós Péter, a nyíregyházi egészségügyi alapellátási igazgatóság igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Első körben tegyük tisztába, én arra kérem önt, az egészségügyi alapellátás kategóriájában mi tartozik, mert hát nem feltétlenül széles körben elterjedt ennek a fogalomnak a jelentése. Igen, tehát maga az egészségügy tartozik egyfelől alapellátás és szakellátás. És ugye a szakellátásban van a fekvő és a járóbetegellátás, és minden más, tehát ami azt mondom, hogy a kórházon kívül, tehát a szakrendelőn kívüli, az az egészségügyi alapellátásnak a rendszere. Ugye ez az önkormányzatnak a feladata, hogy ezeket karbantartsa, működtesse, felügyelje minden egyébe. Tehát ugye ez egy nagyon fontos, de miért tényleg ezt nem szokták tudni az emberek. Tehát akkor önökhöz tartoznak a házi orvosi praxisok? Igen, tehát felnőtt gyerek fogorvosok, a védőnői szolgálat, a hajléktalan ellátás, itt a fogászati rögén is hozzánk tartozik, az orvosi ügyelet, felnőtt gyermek és fogászati ügyeletnek a megszervezése, most már ugye az otthonápolás és hospice palliatív ellátás is. Tehát itt nyilván vannak eltérések még önkormányzatok és önkormányzatok között. Nyíregyházán elég nagy területet fedünk le, elég nagy a feladatkör, és azt gondolom nagyon jó az együttműködés, mert hogy nagyon sok helyen egybe van véve a egészségügyi és a szociális ellátórendszer, nálunk ugye külön működik, mert hogy mindegyik egy külön nagy része az önkormányzati feladatoknak. És vannak a kis SZTK-ban is. Így van, a kis SZTK-ban is, és 12 másik telephelyen, de hogy ott van az igazgatóság, vagy a központnak a része. Már azért szerintem Nyíregyháza város lakói tudják, hogy az elmúlt időszakban jó pár rendelő felújítása megtörtént, de akkor a tervek szerint, meg ugye ez a projekt is erről árulkodik, a továbbiakban is lesz erre mód és lehetőség. Igen, tehát ugye itt is fontos, hogy az önkormányzati tulajdoni háziorvosi rendelők, vagy védőnői rendelők, mert lehetne ezt is mondani, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem mind megújult, megfiataladott a kornak megfelelően, és van egy másik, ugye, amiről most beszélünk, egy nagyon nagy projekt, ami a védőnő és háziorvosi rendelőket kialakítunk ezek keretében, és gyakorlatilag ennek... Tehát most nem felújítanak, hanem létrehoznak. Felújítunk és létrehozunk, ugye, mert eddig más helyen voltak ezek a rendelők, most egy nagy központi rendszerben lesz ugye a Csillag utcán felnőtt orvos, illetve orvosi ügyelet, házi orvos és védőnői rendelőhelyiség, ez egy helyre fog kerülni, ugye, mert próbál most már a szakma is, hogy lakóhely közé legyen az ellátás. Tehát ne szétszórtan legyen, hanem egy központban. Ugye az emberek azt szeretik, hogyha elmennek a háziorvoshoz, akkor legyen ott más szolgáltatás is. Ugye, bocsánat, tehát ugye az alapellátásban mindenki eddig csak a háziorvost. Most már, ugye lásd a praxis közösségekben, egyre szélesedik az a lehetőség, amit a háziorvos bevon. Tehát ugye a dietetikus gyógytornás, pszichológus, bármi más is, egy ilyen komplexet alkotnak, és ugye ezzel ugye termentesítik a kórházat, vagy a szakellátást, és ugye a beteg, vagy a lakos minden közelebb a lakóhelyhez kapja meg ezt a fajta szolgáltatást. A házi orvos ennek az egésznek a gazdája, és tudjuk, hogy ő nagyon jól ismeri, azért családorvos, nagyon jól ismeri a lakosokat.
Tehát akkor nem az lesz, hogy egy orvosi rendelőben többféle házi orvoshoz lehet menni, hanem itt többféle tevékenységet végző alapellátásban tevékenykedő orvoshoz. Tehát igazániból igen, itt három alapellátó orvos lesz, négy védőnői rész lesz, ez a Csillag utca, és ez egy komplex, egy 21. századi rendelő lesz kialakítva. Mondta plusz szolgáltatások meg, hogy egy kicsikét ugye enyhíteni a szakellátást. Például vérvétel házi orvosoknál. Azért van olyan házi orvos, aki ezt meg tudja oldani. Igen, tehát változó, ugye az alapellátásban dolgozó házi orvosok, legyen az felnőtt vagy gyerekorvos, de a fogorvosokat is ide vehetjük, mert ott is mindenki szélesíti, próbálja ugye a szolgáltatást tökéletesíteni. Így, ahogy mondta szerkesztő úr, hogy van a vérvétel, és ez egy nagyon fontos dolog, ugye nagyon sok embernek nem kell sorban állni, de ugyanakkor ide vehetjük még a különböző, az, hogy van egy házi orvosnak esetleg másfajta szakvizsgálja, vagy van házi orvosi rendelő mellett képalkotó diagnosztika, amit létesít. Tehát, hogy nagyon sok és nagyon magas lesz a tárház. Igazániból az fog majd mindennek keretet szabni, hogy milyen lesz a finanszírozás, hogyan lehet azt megoldani. Mondjuk van egy háziorvos, aki szakorvosként dolgozik a kórházban, és háziorvosként megvizsgálja a betegét, de a szakorvosként is megvizsgálhatja magát a beteget, és utána ezért, hogy ő kaphassa meg ezt a finanszírozást. Ugye ez a jövő kérdése, ez a tervekben van véve, hogy nyilván ezzel az ellátást lehet magasabb színvonalra vinni, és ugyanakkor a szakellátást lehet termentesíteni bizonyos helyeken. Az imént azt mondta, hogy majdnem mindegyik önkormányzati rendelő fel lett újítva. Hogy állnak tényleg akkor? Tényleg, tehát minden, ami önkormányzati tulajdoni rendelő, az mind fel lett újítva. Ide belevetjük meg a védőnői rendelőket is, ugye a Csillag utcáról beszéltünk, de a Fényő utcán is ugye felújítás lesz, és nagyon szépen ki lesz alakítva, hogy ne csak felnőtt, hanem felnőtt gyermek és védőnői szolgáltatásnak fog helyet adni az a rendelőkomplexum. Tehát így azt gondolom, hogy eljutunk oda, hogy már nem csak felújítás, hanem újabb kialakítások és korszerűsítések valósulnak meg, és ez egy fontos dolog. Mi a helyzet a magánrendelők épületével? Mert hát ott itt azért ugye több házi orvos tevékenykedik egy rendelőben, és itt azért probléma lehet az, hogy megosszák egymás között azt, hogy hogyan lehetne felújítani azt az épületet. Igen, megint hogy kezdjük az elejét, ugye nagyon sok olyan orvosrendő van, az önkormányzat a tulajdonosa annak az orvosrendőnek. Van viszont egy nagy számban, amikor egy magánvállalkozás, magántulajdonban van a rendelő, és úgy biztosítják az orvosi, az alapellátást. Most ilyenkor ugye a vállalkozó orvos tud pályázni, tud bármilyen költség formájában a felújítását eszközölni, de ezt nem szabad elfelejteni, hogy például ugye a Mandabokorban a Szabó doktor, télen volt a felújítása, hogy van a városnak egy ETAP programja, amit minden évben meghirdett, amivel segíti a házi orvosokat, hogyha pályáznak pénzre, akkor gyakorlatilag nyerhetnénk is azzal a rendelőket tudják felújítani. Tehát így gyakorlatilag nyilván az önkormányzat itt is, ahol tud, segít, mert hogy gyakorlatilag pénzzel, tőkével segíti a házi orvosokat, hogy a rendelő kialakítását, felújítását bármiben részt vegyenek. De ez fontos így, ahogy mondta a szerkesztő úr is, hogy ott azért a vállalkozó házi orvos vagy a tulajdonosa felelős arra azért, hogy az a rendelő meg legyen újítva. De azt gondolom, hogy jó minőségben vannak a nyíregyházi háziorvosi rendelők is, meg körbe lehet nézni, és nyilván most nem mondok rendelőket, hogy azért vigyáznak rá, hogy a színvonal az megmaradjon, az a magas színvonal, ami az alapellátókban van. Önök egészségügyi szűrésekben is segítkeznek, és például a Szívvilágnapja alkalmából kint voltak a Kossuth téren. Hát kíváncsi lennék arra, hogy milyen eredményekkel, mi volt ott a tapasztalata igazgató úrnak, meg persze a kollégáinak. Az idén az alapellátás volt a főszervező, a kórház együttműködve, a kórház F-iroda praxis közösségbe társult, ugye Patika egyre többen segítenek, hogy minél magasabb szintű legyen ez a szűrési lehetőség, és a prevenció volt, ami nagyon fontos. Kórház kijött például a szűrőbuszukkal és a hepatitis szűrték, az F-irodák jöttek a szokásossal, amivel együttműködünk, és ugye ez egy nagyon fontos vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír vizsgálat, de volt bokakarindex, volt ilyen Vive-val, ilyen gyors EKG vizsgálat, tehát azt tudom mondani, hogy olyan 250-en fordultak meg, korosztályban inkább az idősebb korosztály keresett meg bennünket, 10%-os a szűrési láta, most kevesebb volt, tehát amikor pozitív és ugye a szakemberek tanácsal látták el, mert orvosi tanácsadás is volt, tehát azt gondolom, hogy mindig örülünk, amikor így meg tudunk jelenni, és a lakosságot pedig érdekli. Hogy érdeklődtek. Itt most igazániból ami
jó volt, hogy a különlegességek iránt, a hepatitis szűrés iránt, a volt spirometria vizsgálat, ez a Bokakar index, ami az érvizsgálatra alkalmas. Tehát gyakorlatilag, hogy a koleszterin az azért viszi a pálmát, hogy a koleszterin szintjük mennyi. Tehát az emberek lassan, azt gondolom, most már tudatosan jönnek el szűrésre is, hogy mi lesz ott, és akkor azt utána néznek, hogy igen, ebben ezzel akkor mit kell tenni. A korcsoport pedig főként az idős. Jelenleg az idősebb volt. Próbáljuk megszólítani, hogy és ugye ez fontos, hogy az idősebb korosztály, ha példát mutat, akkor mindenki más megy utánuk. Tehát nyilván a gyermekek is, és a középkorúaknak is fontos lenne a szűrés. Igazgató úr, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen.